A most következő anyagunkban bemutatjuk Cető Norbertet, városunk új református lelkészét, aki családjával nemrég érkezett Hajdúszoboszlóra. Az adventi koszorú harmadik gyertyáját Cető Norbert, városunk új református lelkésze gyújtotta meg. Ezen a héten a református templomban kerestük fel, és beszélgettünk életéről, pályájáról és első szoboszlói tapasztalatairól. Először is én a kezdetekről szeretnék informálódni. A gyerekkorát hol töltötte? A gyermekkoromat egy szabolcsi kisfaluban töltöttem, Gyürének hívják ezt a kisfalut, és ott kaptam meg azokat az alapokat nagymamámtól, amelyek később majd beérve a lelkipásztori útra elindítottak engem. Ezután mi történt? 1998-ban elköltöztünk ebből a kisfaluból, a Berek kapujába, Vásárosnaményba, ott fejeztem be az általános iskolát. A középiskolai éveket Nyíregyházán töltöttem, a Széchenyi István közgazdasági és pénzügyi szakközépiskolába. Sikeres érettségi után pedig a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen folytattam tanulmányaimat, illetve az egyetemi évek alatt két alkalommal külföldön is tanultam egy-egy szemesztert. Tanultam Kolozsvárot, a Bábesbólyai Egyetemen, illetve tanultunk Németországba a feleségemmel, Halléban, ott pedig a teológiai fakultáson. Hogy jött az, hogy külföldön is tanulnak? Miért volt ez fontos? Egyrészt azért, mert a Debreceni Református Kollégium ősi hagyatéka az úgynevezett külföldjárás, a peregrináció, és ez a hagyaték aktuálisan is él az egyetem közösségében, és a külföldjárásnak olyan lehetőségei vannak, amelyek segítenek a szélesebb tájékozódásban, segítenek abban, hogy megismerjünk más kultúrát, más teológiai irányvonalakat, és ezt a lehetőséget használtuk ki, de szerettük volna megismerni a nagymagyarországi hazánkat is, és így választottuk Kolozsvárt 2008 tavaszán, majd pedig így kerültünk később 2010-ben Németországba. Hajdúszoboszlóra hogyan került? Hajdúszoboszlóra 2011 nyarán kerültem először, befejezve az egyetemet, a segédlelkészi úgynevezett kápláni év következett, majd a kápláni évet követően egy évet beosztott lelkipásztorként voltam a gyülekezetben. Ezt követően önálló gyülekezetet kaptam Ticacsegén, és 4 év után egy nyitott pályázat keretében megnyertük ezt a szolgálati területet, és a feleségemmel így érkeztünk ide 2017. decemberében. Ahogy sikerült a beilleszkedés? A beilleszkedés jól sikerült, én úgy érzem, ennek egyik része a múlt, hogy itt megismerhettük az itt élőket, a gyülekezetet, és ez nagyon megkönnyítette a beilleszkedést, illetve most ez az adventi időszak is a maga lelki programjaival, lehetőségeivel, városi rendezvényeivel megkönnyítette a megszólalási lehetőségeket, illetve a jobb megismerési lehetőséget. Milyenek voltak az első benyomások itt? Az első benyomások elsőlegesen lelki benyomások voltak. Örültünk annak, hogy nagy szeretettel fogadott bennünket a gyülekezet. Amit én személy szerint szomorúan tapasztaltam, és az elnökség tagjaival személyesen meg is beszéltem az elmúlt héten, az az a meglátásom, hogy egyre kevesebb fiatal kötődik a gyülekezethez. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy a jövő kihívása az, hogy a fiatalokat megérintsük, megszólítsuk, és ugyanígy ez a kívánalmunk a fiatal családok tekintetében is. Hogyan lehet a mai fiatalokat megszólítani? Úgy gondolom, hogy a sajátos nyelvezetükkel lehet megszólítani a fiatalokat, valamint én azt látom magam előtt, hogy a fiatalok hiteles példaképeket keresnek ebben a világban, úgyhogy a hitelesség az egy kulcsfontosságú kérdés a fiatalok irányába elindított misszió tekintetében. Természetesen a karácsony közeletével az ünnepekről is beszélgettünk. Számomra és számunkra a karácsony az egyik legfontosabb ünnep, nem csak azért, mert emlékeztet bennünket a meghittségre, hanem azért is, mert a családi értékek kiemelt szempontból vannak mit figyelemben a gyülekezetben. Elgondolkodtam azon, hogy vajon mit is üzenhet karácsony nekünk, és mit is üzen itt a településnek. Talán hallottuk a nyugat-európai politikai híreket, ahol egy-egy karácsonyi jelkép, vagy egy-egy karácsonyi érték már nem képviselhet elsődlegességet. Gondolok itt például Franciaországra, ahol nem lehet nyilvánosan köztereken Betlehemet állítani. De mi is a betlehemes, ami itt a templomunk előtt megjelenik? A betlehemes nem más, mint egy jelkép. Jelképe annak,
hogy vannak értékek, lehet a családra figyelni, lehet egymásra figyelni, a kapcsolatainkat lehet ápolni, és én úgy gondolom, hogy mindez karácsony ünnepén valahol eszenciájában meg kell, hogy jelenjen. Éppen ezért én azt kívánom és azt kérem a településen élőktől, hogy ennek az ünnepnek a különlegességét a lelki értékekben ragadják meg, figyeljünk jobban oda egymásra, figyeljünk oda a gyermekeinkre, unokáinkra, szeretteinkre, és természetesen figyeljünk oda azokra is, akik ezekben az időszakokban egyedül, magányosan vagy éppen kiszolgáltatva élnek. Mert ekkor lesz teljes értékű a karácsony, és ekkor lesz az az üzenet megragadható, megfogható, megélhető, amit mi keresztény hívő emberek képviselni próbálunk a Szentírás alapján. Én kívánok mindenkinek, magam, családom és a helyi református gyülekezet nevében áldott, meghitt, békés karácsonyi ünnepet, és egy sikerekben, eredményekben gazdag új évet. Köszönöm, hogy meghallgattak.